A családi nap keretében itt Tiszapüspökében egy nagyon különleges helyszínen vagyunk jelen pillanatban. Ráadásul ez a helyszín be is van kapcsolva a programok sorába. Így ezen a hosszú hétvégén, hiszen a Tiszapüspöki állatos kertben járunk per pillanat. Nagyon-nagyon különleges állatokat lehet itt találni, szó szerint nagyon különleges, és igazából nem is biztos, hogy szerte a világban sok helyen van ennyi féle összegyűjtve. Milyen állatokról van szó? Hát leginkább teknősöket tartunk. Ez a teknősök nekem hatalmas kedvenceim. Most már több mint 52-53 éve, hogy megkaptam az első teknősömet. Akkor az egy mocsári teknős volt, az azóta védelem alá került, tehát már nem tartható otthon. És hát sokan kérdezik, hogy miért pont teknős, nem tudok megmondani. Én kedvelem őket, valamennyire egzotikusak. Szoktam elütni ezt humorral, annyival, hogy azért, mert nem szaladgálnak, nem ugatnak, viszonylag csöndes állatok. Hány típusú teknős van most itt? Itt 11 faj van. És hát annak visszatérő kérdés, hogy hány teknős van, nem tudom megmondani. Tehát nagyon sok, éppen azért, mert hogy szerencsére évente szaporodnak is a teknősök, az adott évi szaporulatból mindig marad meg néhány egyed, úgyhogy éppen ezért nem nagyon tudható. Ráadásul most a egyik szintén teknős tartó barátom rám bízott még 12-t, hogy azokról is gondoskodjak, mert ő most költözik, és nincs hova raknia, még nem készült el neki a kerti terráriuma. Ahogy az előbb itt végig sétálgattunk, és ugye a teráriumokban néztük a teknősöket, akkor azért látszódott, hogy szinte mindegyik terrárium máshogyan van például, idézőjelesen berendezve, tehát akár a növényeket, akár a különböző búvóhelyeket, hogyha tekintjük. Mi a rendezési elv? Minél inkább az legyen jellemző, hogy a adott helyen, tehát az eredeti élőhelyükön ezek a teknősök milyen körülmények között élnek. Ehhez ugye ragaszkodni kell a takarmányozásukkal is, mert akkor fogják jól érezni magukat az állatok, akkor lesz váratlan szaporulat az állatoktól. És akkor hány földrészről, vagy milyen országokból vannak itt teknősök? Hát a világon, Ausztráliában nem élnek szárazföldi teknősök, meg persze a sarkokon se, és a több minden földrészről van végtére is teknősünk. Már inkább az a kérdés, hogy egy földrésznek melyik területéről. Mert vannak itt sarkantyús teknősök, és párusz teknősök, akik Afrikának a középső sávjából, tehát ez a szavannás területről származnak eredetileg, de vannak itt zsanér teknősök, akik pedig egyenlítőtől kicsit északabbra, de még mindig Afrikába és erdei területen élnek. És mindegyiknek más-más ennek megfelelően, hogy mit szeret, mennyire nedves helyet, mit szeret enni. Mit szeretnek enni, ha már itt tartunk? Hát ez az egyik véglet az afrikai teknősök, mert ott ebben az időszakban szinte minden növényzet kiég. Tehát ők elmajszolgatják a száraz szénát, tehát ők azon ellennének. Itt azért nyilvánvalóan a helyi zöldfélék is bekerülnek a étrendbe. Például nagyon szeretik a főzni való kukoricát, de nem kell nekik megfőzni. A szenes teknősök, ők, mint hogy ők meg Brazíliában, az őserdőbe élnek, ugye ott mihez jut hozzá? Hát a hullott édes gyümölcsökhöz, meg hát bizony nekik van egy ottani szokásuk, hogy ők beleesznek az elhullott állatokba is. Mennyire ismert, gondolom azért itt Tiszapüspökében tudják, hogy létezik és működik ez az állatos kert, vagy inkább az, lehet, hogy az pontosabb kérdés lenne, hogy mennyire van meghirdetve, hogy látogatók is jöjjenek? Hát van Facebook oldalunk, a Tiszapüspöki Állatos Kert néven, ott van telefonos elérhetőség, ugye itt nincs nyitva tartási idő, de másik pozitívunkként viszont nincs belépődi, és azon a telefonszámon lehet egyeztetni velem, és elég rugalmas vagyok
a munkám ezt megengedi, hogy ha megbeszélt időpontba jöjjenek. Most ugye ez Püspökire volt a mai gyereknapi délelőtti nyitvatartás meghirdetve, de Törökszent Miklósról is volt egy család, mert hogy látták valahol a Facebookon, hogy a település programjába, hogy ez is szerepel, és akkor ennek kapcsán el is jöttek. Ovis csoportok, kisiskolás csoportok környékről voltak-e már? Nagyon-nagyon sokan, tehát rendszeresen visszajárnak. Törökszent Miklósról is, Szajolból és innen Püspökiből is. A teknőcök kapcsán azért az is el szokott hangozni, hogy egészen sokáig élnek. Itt a korral mennyire vannak tisztában? Az itt kikelt teknősökről tudjuk, ugyanis van egy, ez ilyen csúnya szó, ez a CITES, ez egy washingtoni egyezményként emlegetett világegyezmény, ami a védett állatokról, növényekről, azoknak kereskedelméről, tartásáról szól, és tehát minden egyes kikelő, nálunk kikelő teknősnek kell csináltatni a környezetvédelmi hatósággal egy ilyen fényképes, ilyen marhalevélnek szoktam ezt hívni, és az alapján ugye kiderül, hogy mikor lett papírozva, de ez nem azt jelenti, hogy mikor kelt ki. Hát nem tudom, látjuk-e Góliátot, mert hozzáfűzöm, hogy mi nem szoktunk az állatoknak nevet adni. Nálunk a cica a cica, a kutyáknak van csak neve, illetve ez a Góliát nagyon régen került hozzánk, egy elég mogorva, szegélyes öreg úr, teknős, és hát őnek eddig két gazdája halt meg. A fiam mondta, hogy na, az élőbe végrendelkez. És ha már itt tartunk, akkor honnan lehet beszerezni, vagy hogyan lehet így hozzájutni természetesen legálisan az ilyen különleges teknősökhöz? Hát én mindig cserélgetem őket. Régen elég sok európai teknőst, tehát példányba is elég sokat tartottam. Ez az egyetlen, ez az egész terrárium akkor még egy terrárium volt. És a szaporulatot mindig, hát ilyen nagy kereskedőkkel elcserélgettem. És hát így szaporodott föl nálunk, hogy ennyiféle teknősünk van. Viszont nem csak teknősök vannak, hanem fantasztikus csivitelés is lehet hallani. Hát az egy másik, nem is annyira hobbi, hanem ez inkább arról szólt, hogy amikor az udvar kialakult, előtte is tartottam én már papagájokat, akkor rájöttem, hogy ott elfér egy nagyon nagy röbde, hát ez egy 55 méteres, tehát 25 négyzetméteres röbde, és hát csak vettem bele néhány madarat, ott is nyilvánvalóan gondoskodok, hogy megfelelően takarmányozva legyenek, meg jó érezzék magukat. Most ebbe az évben a hullámos papagájokból volt hatalmas szaporulat, szerintem 30-40 kis papagáj repült ki az odúkból. De akkor jól érezték magukat. Jól érzik magukat. Ez egésznek ez a lényeg, hogy én azt szoktam, amikor itt a srácok is jönnek, hogy ugye gyorsan rá akarják beszélni a szülőket, nagyszülőket, hogy vigyenek teknőst. Én mindig én vagyok, aki lebeszélem őket. Mondom, de minek neked otthonra teknős? Hát, mert hogy neki úgy tetszik. Hát mondom, gyere el gyakran. És akkor meg tudod nézni, azért teljesen fölösleges hazavinni, mert annak a feltételeit meg kell teremteni, hogy tartod. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy elég sok teknős tartásról szóló könyvem van, és hát hogyha akkor a gyerek, aki már olvas, akkor adok neki egy könyvet. Mondom, tudod mit? Olvas ki, ha még mindig lesz kedved teknőst tartani, akkor majd visszajössz, és akkor viszel teknőst. Hát a szülők, nagyszülők szokták köszönni, és a végén visszahozzák a könyvet. Én nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok információt, és hogy itt lehettünk a Tiszapüspöki Állatos Kertben, és hát további sok-sok különleges teknőst kívánunk. Köszönjük szépen. És sok tojást tőlük.